Igen, úgy igen. Holnap után meg... Igen, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Ezen a gyönyörű esős napon, de minket ez sem tart vissza attól, hogy meglátogassuk a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara dolgozóit, és elmondjuk, hogy miért vagyunk itt. Fel vagyunk háborodva, hogy a végrehajtói kamara dolgozói, az önálló bírósági végrehajtók nem tartják be a kúria döntése által hozott törvényeket, és továbbra is folynak a kilakoltatások. Magyarországon, ahol állítólag demokráciát építünk, a kormány, a bíróság, az önálló bírósági végrehajtók összejátszva a bankokkal a mai napig zsarolják a magyar népet. A Jogállam Egyesület, mint érdekvédő egyesület, aki Svédországban van bejegyezve, az egyesülethez rengeteg károsult tett panaszbejelentést, és ezért úgy döntöttünk, hogy mint egy uniós érdekvédő szervezet, mi is felemeljük a hangunkat a magyar állampolgárok érdekében, azért, hogy a magyar igazságszolgáltatás, a magyar rendvédelem tartsa be a magyar törvényeket! Elég volt a provokációból! Az, hogy jogi úton ezeket az ügyeket most már biztos, hogy az unió határán, a Magyarország határára kívülre fogjuk vinni, és az unió segítségével fogjuk a bírósági ügyeket eldöntetni, ez már majdnem biztos. De azért mégiscsak szégyen, hogy Magyarország, mint egy demokratikus állam nem tudja a belső ügyeit belül elrendezni a külföldi pénzügyi oligarchákkal szemben. Ezek a bankok, akik a hibás pénzügyi termékeiket kibocsájtották és elárasztották vele az egész lakosságot, ezek külföldi magántulajdonban lévő bankok, és a magyar kormány még mindig sajnálja a banktulajdonost, hogy mi fog szegénnyel történni, hogyha kártérítést kell neki fizetni a csalásért, a hazugságért, a lopásért, és úgy vagyunk ebben a dologgal, hogy minket nem érdekel, hogy abban a magántulajdonossal mi fog történni, aki Magyarország lakosságát megzsarolta, az utcára tette és öngyilkosságba hajszolta a Magyar Végrehajtói Kamara közreműködésével együtt. És sajnos hozzá kell tennem, hogy közreműködött a Magyar Rendvédelmi Szervezet és a rendőrség, amikor a végrehajtóknak biztosította az ingatlanokba való bejutást, törvényellenesen, mert a végrehajtók népellenes cselekedet végrehajtására kérik fel a rendőröket, és a rendőrök még mindig nem ismerik a rájuk vonatkozó rendvédelmi törvényeket, aminek értelmében meg kell, hogy tagadják a népellenes cselekedetet, és nem szabad, hogy odaálljanak a kilakoltatáshoz segíteni annak érdekében, hogy ez a hiéna végrehajtó banda be tudja jutni az állampolgár ingatlanába. A jó idő ellenére elég szép számmal összejöttünk, de az az igazság, hogy most már úgy érezzük, hogy a társadalmi feszültség tényleg a tetőfokára jutott. Látunk olyat, hogy van politikai akarat a rendezés érdekében. Legalábbis ezt mutatják. Viszont azok az emberek, akik tudnak a sorok között olvasni, azok látják, hogy ez csak egy ilyen bábszínház. Megint csak bábszínházat játszanak az állampolgárok kárára. És mindezt a magyar rendvédelmi dolgozók segítségével, akik azt az egyenruhát és azt a fegyvert hordják magukon, amit az állampolgárok adófizető pénzéből kaptak, és ráadásul az állampolgárok szolgálatára és védelmére esküdtek fel. Még egyszer felszólítom most már a Jogállam Egyesület nevében a rendvédelmi dolgozókat,
hogy amikor tilakoztatáshoz vezénylik ki őket, tagadják meg a parancsot. Még akkor is, ha ez abban jár, hogy ki kell, hogy vetkőzzenek. Mert a saját állampolgáraik érdekének védelmében ezt meg kell tenni. Mert amikor nincs fegyvereselő a végrehajtó mellett, akkor a végrehajtó olyan nyuszi, hogy oda sem el jönni. Egyszerűen erről van szó, fiúk. Tessék megérteni, hogy nektek nem a végrehajtót kell kiszolgálni, hanem a népet, a nemzetet, amire az esküdöket tettétek. Most azért jöttünk, hogy átadjunk egy nyomatékosítás céljából egy petíciót a végrehajtó kamarának, és felkérjük őket arra, hogy utasítsák a végrehajtóikat, hogy a magyar törvényeket tartsák be. Soha többet nem követeltek a devizahiteles civil érdekvédő szervezetek Magyarországon, csak azt, hogy a törvényeket tartsák be. Ma már kiderült az, hogy egy sima banki szerződésben 17 semmiségi okot feltáró hiba is van, amiért a szerződések semmisek nem vonhatók végrehajtás alá. Mégis több mint 10 000 családot pakoltak ki a végrehajtók az utcára, szétszakították a szülőket és a gyerekeket egymástól, az emberek munkanélkülével lettek ezáltal, mert megszűnt az állandó bejelentett lakásuk, és onnantól már munkanélküli segélyre sem jogosultak. Öngyilkosságba kergettek több mint 4 000 családfőt. Ez körülbelül 12 000 embert érint, közvetlenül, akik elvesztették a családfenntartót, a szerető apukát vagy anyukát, akik már nem bírták ezt a nyomást, ezt a zsarolást, amit a bankok velük szemben elkövettek. Egyszerűen nem értjük, hogy a magyar bíróság egy olyan egyszerű kérdésben, mint ami volt a Kanzler perben is, hogy az árfolyam rés, mint olyan, az költség vagy nem költség. Egy diplomás végzett bírói testület az Uniótól kérdezi meg, hogy mi a véleménye erről. Hát annyira bagatel és gyerekes dolog a magyar bírói testülettől, hogy ilyet megmer kérdezni egy uniós bírósági társaságtól, hogy amit ki kell fizetnem, az költség vagy nem. Ha elmegyek a boltba és ki kell fizetnem egy zsemlét, az költség. Ki kellett adnom a zsebemből. Ha a bank olyan pénzt kér tőlem, mint árfolyamrés, amit nem is kérhetne, mert ő nem adott nekem devizát, és a deviza alapú hitelszerződések mögött egyetlen egy cent külföldi deviza nem volt, csak forintot adott, akkor hogy merő deviza számítással visszafele forintot kérni? Persze úgy, hogy amikor kiadta a forintot, akkor 150 forint volt mondjuk ma egy svájci frank, ma meg már 250 forint. Ez azt eredményezi, hogy akinek volt 3 millió forint hitele, és már kifizetett 3 millió forintot, ma még a bank szerint, mondjuk 5 év után, még tartozik 10 millió forinttal. Érdekes a felvetés, ugye? És ezek a bankok kérik a végrehajtásokat a családok ellen, az ingatlanok elvételére, és ezt a rendvédelmi dolgozóink még támogatják is. Hát nevetséges, uraim, hogy mi van ebben az országban. Mi jártunk ebben az épületben hivatalosan, és jeleztük, hogy itt leszünk ma, és kértük a kamara elnökét, Kreiniker urat, hogy a petíciónkat lehetőleg személyesen vegye át, és tiszteljen meg minket legalább annyival, hogy ő személyesen ide mer állni a károsultak elé. Nem tudom, hogy ebből mi fog megvalósulni, mert petíció átvételére senkit nem lehet kötelezni, de minden esetre megpróbáljuk. A nemleges válasz is válasz, és a jövőben nyilván a nemleges választ kiértékelve akként fogunk cselekedni, ahogy megérdemli. Egy már biztos, ezek a végrehajtó urak és hölgyek, akik ennek a kamarának az égisze alatt dolgoznak, nagyon rövid időn belül rács mögé fognak kerülni. A rendvédelmi dolgozók vendégszeretetére fogjuk őket törvényesen bízni, mert oda valók. Mert a tevékenységükkel a saját profitjuk növelésének érdekében több 10 000 családot idáig már tönkretettek, és ez mind bizonyítható.
amiért ma itt vagyunk, az a legfontosabb, hogy a 2014 évi 38. törvény 17. paragrafusában rögzített bírósági végrehajtásról szóló 1994 évi 53. törvény szabályait a végrehajtók nem tartják be, és nem szüntették meg az adósokkal szembeni végrehajtást, és továbbra is tiltják a jövedelmekből, a nyugdíjakból az adósok részére a kormány által letiltott pénzösszegeket. Jelenleg is van nálam egy olyan ügy, amit személyesen kértünk a végrehajtónál, majd oda is megyünk a Radics úrhoz, e-mailben, postán, hogy állítsa meg, függessze fel a végrehajtást, nem tette meg, az illető nyugdíja megint 50%-kal csökkentve érkezett meg a tegnapi napon, holott egy héttel jeleztük a végrehajtónak, hogy a törvény értelmében állítsa meg a végrehajtást. Jönnek itt a vetítések, a vakítások, hogy a károsultnak külön kell kérni a végrehajtótól, hogy egyáltalán függessze fel a végrehajtást. Ha egyszer itt van a törvény, ami erről rendelkezik, hogy neki fel kell függeszteni a hitelekkel kapcsolatos végrehajtást, úgy devizahitel, mint forinthitel, mint fogyasztási hitel esetében, akkor miért kell ezt külön kérni? Le van írva a törvénybe. Ők törvénytisztelő emberek állítólag, ismerik is a törvényt, nem úgy, mint az egyszeri állampolgár, aki asztalos, kubikos és esetleg más szakmai területen dolgozik, mert nem az a dolga, hogy a törvényt naponta lapozza. És sehol az égvilágon olyan értelmes kinyilatkoztatás még a médiákban nem történt, hogy mit tegyen ilyenkor a károsult. Kétféle dolog is elhangzott, hogy kérni kell, a másik meg az, hogy a törvény tartsa be a végrehajtó kamara és a dolgozói, az igazságügyi minisztérium szájában hangzott el, és mégsem teszik. Úgyhogy ez egy óriási probléma, és nem tudjuk, hogy miért nem teszik, és miért ingerelik a magyar társadalmat arra, hogy esetleg megint égjenek az utcán a szemetes kukák, törjenek be a kirakatok, autók boruljanak fel, és esetleg a polgári lakosság megelégelve a dolgokat összemenjen a saját rendvédelmi dolgozóikkal szemben. Ez provokáció, és ezt akarják tőlünk kiprovokálni, hogy ez megtörténjen. Nem vagyunk hülyék, átlátunk a vizes poháron, mindenképpen szembe akarják állítani a lakosságot a rendvédelmi szervezetekkel, csak azért, hogy ők erőszakosabban, még erőszakosabban felléphessenek velünk szembe. A polgárok, a károsultak azt várják a magyar rendvédelmi dolgozóktól, hogy forduljanak meg, vagy tegyék le a fegyvert, vagy álljanak át melléjük, és végre ezt az egész csürhét, aki ott van, le kell tartóztatni, és bíróság elé kell állítani. Tudjuk, hogy nehéz a dolgotok, fiúk, mert maga a keresztapa, a ti főnökötök, a mafia keresztapja, a Pintér Sanyika, de hát őt nem lehet letartóztatni. Őt is le lehet tartóztatni, ő is csak egy húsvér ember, bele lehet ugni a segélybe, nem? A ti családotok ellen is teszi, amit tesz, nem csak a károsultakért, mert ti is károsultak vagytok. Még akkor is, hogyha a rendvédelmi dolgozók egy-egy ilyen akció esetén túlóra pénzből egy kicsit többet kapnak a zsebükbe. De viszont ok és okozat összefüggésként már az is előállt, ugye, hogy embereket azért tesznek ki az utcára, mert köztartozása keletkezett, akár adó, vagy a közszolgáltatók által. És amikor a közszolgáltatónál keletkezik egy 20 000 forintos tartozás, azért, mert az illető félt a bankjától, és ott az emelt törlesztő részleteket kifizette, a közszolgáltató felhívja a bankot, hogy bocsánat, beterheltem a tulajdoni lapját a te hitelesednek, és abban a pillanatban a bank szerződést bont. Még akkor is, ha az illető 3, 4, 5 vagy 6 éven keresztül tisztességesen félelemből a megemelt, a törvénytelenül megemelt törlesztő részleteket is fizette. És utána jön az, hogy a közjegyző, a másik bűnöző banda kiállítja a végrehajtási végzést, és ezzel a végrehajtási végzéssel a végrehajtó a rendvédelmi dolgozók segítségével oda megy, és kipakolja a családot az utcára. Hamisított közjegyzői végzéssel. Nagyon sok olyan ügyet láttunk, ahol maguk a papírok is már nem feleltek meg a valóságnak, de mivel rajta volt egy közjegyzői
bélyegző meg egy aláírás kemény pénzekért, ezért a rendőrséget maguk mellé állítva végrehajtották a bűnös cselekedetet, a népellenes cselekedetet. Ez már népirtás, már akkora a vesztesége Magyarország lakosságának ebből a szempontból, mintha a második világháborús veszteségeket számolnánk. De csak azért, mert demokráciában élünk. Én úgy látom, hogy itt megérkezett hozzánk egy prominens személy, aki jogilag többet tud erről a dologról mondani, úgyhogy fel is kérem őt, hogy jöjjön ide. Ő a Jogállamiság Egyesület Magyarországi Szervezetének a jogi képviselője.